A Magyar Művészkönyvalkotó Társaság, aminek a monogramja majdnem egyezik a Magyar Művészeti Akadémia monogramjával, nálunk egy plusz T is van benne, tehát a Magyar Művészeti Akadémiának két tagja képviselteti magát ezen a kiállításon. Kelecsényi Csilla, ő rendes tag, és jó magam Barabás Márton vagyok, én levelező tag vagyok a Magyar Művészeti Akadémiában. És ennek a társaságnak, a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának pedig az alelnöke. Már az avantgárd elején készültek olyan könyvek, amiket könyvtárgyként vagy önálló opuszokként, műalkotásként gondoltak el a létrehozóik. Összefügg az illusztrációval, összefügg a William Morrisséknak a Ha még korábbra megyek a mozgalmával, ami a könyvet a gyári termékből megint vissza akarta emelni abba a kategóriába, amit korábban elfoglalt. De talán az a jelenség, ami a Gutenberg galaxisnak a végét jelzi, és erre reflektál a művésztársadalom egy része, ez az elmúlt 25-30 évben termeltek ki, vagy hozta létre ezt a műfajt, amit művészkönyvnek nevezünk. Én körülbelül egy olyan 15-18 éve művelem. Az első találkozásom ezzel a jelenséggel Lakner László munkáiban, mások is láttam hasonlókat, tehát tudtam valamit távolról, Lengyel András munkáit is láttam, hogy létezik ez a műfaj. Egy olyan házban laktam, ahol közlönyöket, jogi közlönyöket és hasonlókat, amik egyébként nagyon szépen voltak bekötve, kitettek a kuka mellé, és ebből kezdtem el először tárgyakat, betűket vágni. Én magam festőszakon végeztem és szobrászkodom, tehát valahogy mind a kettővel összefüggött az, hogy érdekelhetett a könyv. Sőt, maga a jelenség, hogy egy korábban létrehozott tárgyat az ember ismét beemel a művészetbe, vagy egyáltalán hasznosítja, ez már korábban is foglalkoztatott. Én zongorákkal foglalkoztam így, és foglalkozom mind a mai napig, tehát nem kellett nagyon messzire menni ahhoz, hogy a könyvben meglássam azt a lehetőséget, hogy ebből egy a könyvre, mint jelenségre, mint ideára reflektáló műtárgyat hozzak létre. A könyvnek szerintem mindenképpen van jövője. Egy olyan helyzetbe került a könyv, amiben korábban nem volt. Tehát az itt lelátogató fiatalok, de jó magam is, az olvasmányaimnak egy részét az internetről vagy a számítógépen keresztül fogyasztom, vagy kapom meg. De mind a mai napig jól esik egy fotelba leülni és beleszagolni a könyv papírjának az illatába, kézbe venni, a kötését megnézni, ha az egy textilbe van kötve, a taktilis élményt is átélni. Most nyilván, hogy a korábbi szerepe megváltozik a könyvnek. Azt olvastam, hallottam, hogy évente Magyarországon 10 000 kiadvány keletkezik. Ez őrületesen nagy szám. Tulajdonképpen együtt járt ez azzal is, hogy a példányszámok lecsökkentek. Tehát az a telítettség, az a privilegizált helyzet, ami mondjuk az én gyerekkoromat jellemezte, és amiben egy irodalmi alkotás köztéma, közbeszéd tárgyává vált, ez nagyon megváltozott. És hasonlóvá vált az irodalmi alkotásoknak is a befogadása a műalkotásokéhoz. Tehát néhány száz példányos kötetekben jelennek meg a kortárs versek, de hát ha arra gondolunk, hogy a nyugat is milyen példányszámban jelent meg, és milyen mértékben határozta meg aztán a saját kora és az azt követő korok kulturális gondolkodását, művészetét, akkor van talán remény.